A válogatott szünetet követően hazai pályán folytatta bajnoki szereplését a PMFC. A Merkantil Bank Liga 7. fordulójában az Aquitál FC Csákvárt fogadta vasárnap Vas László együttese. A találkozó félidejében Kránic Ákos ügyvezető köszöntötte Megyeri Károlyt, a Pécsi MSC egykori remek középpályását, aki a közelmúltban ünnepelte 60. születésnapját. Megyeri Károly nyert magyar kupát, kupa ezüstöt, volt bajnoki második és a bronzér csapat tagja. Nem távolodott el egykori csapatától, hiszen a PMSC Öreg Fiúk Egyesület egyik alapítója, és fia a PMFC U19-es csapatát erősíti. Megyeri Károly névre szóló mezt kapott, és a második félidő elején a kezdőrugást is ő végezhette el. Nekem a PMSC az a mindenem. Én mai napig ugye büszke vagyok arra, hogy annak idején ennek a csapatnak lettem a csapatkapitánya, és azokat a sikereket, amiket elértünk, hogy együtt el tudtuk érni. És én a mai napig ugye visszajárok ide, akár tartom a kapcsolatot edzőkollégákkal, régi játékostársakkal, és nagyon büszkén mondom, hogy a fiam is ugye az U19-es csapatban játszik, bontogatja a szárnyait, és nagy örömre szolgált ez a megkívás a mai napra, illetve ez az ajándék, amit kaptam, ami most már ugye rajtam van, látjátok. És hát nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ezt a mérkőzést megnyerni, ha nehezen is, de remélem, hogy ad egy lökést ez a csapatnak továbbiakban. A PMFC Öreg Fiúk Egyesületnek alapító tagja vagyok, és mindenfajta olyan rendezvény, amit ugye itt részt vettünk legutára éppen Sejjén, jótékonyságú mérkőzésen ti is ott voltatok, ugye ti is figyelemmel kísérítek ezeket a dolgokat. És hát nyilvánvaló nekünk az a lényeg, hogy a régi tradíció, hogy megmaradjon, mert én azt gondolom, hogy ha nincs a múlt, akkor hogy lehet jelen és jövő. És nekünk ugye nyilvánvaló, hogy mint PMFC-sek voltunk, most ugye PMFC, de teljesen mindegy, mi a pécsi labdarúgást képviseljük, a múltat, azokat a sikereket, és próbáljuk segíteni a mostani csapatot is, illetve a fiatalokat is a jövő szempontjából. Én azt gondolom, hogy mi szerencsések voltunk, mert az a labdarúgás, az tényleg labdarúgás volt. Most már talán egy kicsit viccesen mondhatnám, hogy labdafutás, de nyilvánvaló nagyon fizikális, a fizikális fele ment el, a fejlődés fel ez az egész labdarúgás, és én azt veszem észre, hogy nagyon sok párharc van, nagyon sok, főleg itt az NB2-ben, úgy mondhatnám. Talán az NB1 egy kicsit talán más. Ott vannak egyéniségek, akik eldöntik a mérkőzést. Nálunk is voltak annak idején, most nem akarok itt neveket sorolni, mindenki tudja, tehát egy Détári, egy Nyilasi, egy Törőcsik, hát nyilvánvaló világsztárok voltak. Viszont én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a Pécsnek is el kéne jutni oda, hogy az NB1-et megcélozni, és nyilvánvaló akkor lenne igazából Baranyában egy nagy, nagy siker, hogyha újra, most nem azt mondom, hogy azokat a sikereket elérnék, amiket mi elértük annak idején, de én szívből kívánom, hogy így legyen.